Tehát a windtrader-es. Emlékeztek még erre a videóra? Megkaptam párszor, nem a tímen is elvémi a probléma. Akkor még nem gondoltam, de most már kezdek én is rájönni az idővel, hogy egyre és egyre nagyobb probléma kezd lenni a windtrader-es. Ez a mi is az a windtrader-es? Elég nehéz megkülönböztetni a windtrader-est és a tímen-est. Hiszen ugyanúgy néz ki, addig, amíg nem az egész csinálja párszám. A tímen-es is megtörtént ilyen, de az a sokkal, de sokkal ritkább. És fontos, hogy azért inkább ilyen 1K plusz kupán kezdődik a windtrader-es, az alatt azért elég nehéz találni, bár nyilván nem lehetetlen. Viszont hogyan is működik? Egyszerűen van rengeteg, de rengeteg Discord szerver, ami ezzel foglalkozik sajnos. Bemész a szerverbe és annyit látsz, hogy 2-3 szobában ül mindenki, és egyszerűen nyomják a ready gombot, és emiatt magas kupán szinte fixes, hogy egybe dobja őket. És nyilván tudják, hogy kik egymást, így összeállnak 5-4-en és megölnek mindenkit a lobbyon nagyon feren, és így szinte mindig ők jutnak jó pozíciók. És így pusolnak magas kupákra nagyon könnyű. Szerintem undorító ez, és az is, hogy a szuperszer nem tesz ez ellen semmit, de tényleg semmit. Viszont akkor mit lehet tenni azon kívül, hogy nem szólózva magas kupán? Megpróbáltad őket megölni, talán egy-kettőt sikerülhet is fog, de az összeset nem nagyon. De az egyik legjobb érzés, amikor megölsz egy ilyen embert, és tudod, hogy jó sok kupát bukhatott. Na, egy külföldi videós is ezt csinálja, a sniperek hívják, és sok windtrader vadászik le is öl meg. De az a baj, hogy idővel egyre is rosszabb lesz ez sajnos. Az egyedüli dolog, amit tenni tudunk, az, hogy nem állunk meg közé, és hogyha találkoznak egy ilyen playerre, akkor reportoljuk a supportnak, hátra csinálnak vele valami. És sajnos nem fognak leállni. Addig csinálják, ameddig a topok topján nem lesznek, de már így is a fél leaderből ebből áll. Brutális, hogy mennyire no-skill-esé teszi el a solo-showdown-ot, mennyire lehúzza a solo-t ugyanúgy. Bele sem merek gondolni, hogy pár év múlva mi lesz így ezzel. Nagyon remélem, hogy a szuper hamarosan észhez tér, mert ez így nem oké. Bannolni kell az összes vintédet egy évre, ha nem örökre. Hát csak gondoljunk bele, hogy a tímmel is hogy kezdődött és most hogy állt. De viszont hogy is kezdődött a windtrader és körülbelül egy évbe terjedt el, én egy Vaszlin videóban láttam, hogy ők csinálták, és az is lehet, hogy ők miattuk terjedt el jobban ez a dolog, ami hát nem valami jó. By the way, még sohasem windtraderáltam és nem is fogok, az fix ezek után. Remélem ti sem, mert ez olyan, mintha beérne egy cheat code-ot a gamebe, ezért sem értem, hogy miért nem bannolják őket. Jó, most ez lesz, hogy hülyén fog hangzani, nyilván a Discordnak semmi köze nincs hozzá, de azért a Discord is tehetne ezzel kapcsolatban valamit, esetleg talán törölni a szervert, vagy valami ilyesmi, az is sokat tudna azért segíteni. Ennek örülnék, hogyha tényleg fel lehetne ez a játék. Ezek mellett meg most egy közben vágok, viszont ha tetszik a videó, akkor mindenféleképpen dobj egy lájkot és iratkozz fel, és nagyon sok munkám volt ezzel a videóval. És mindenféleképpen írd a kommentekbe azt, hogy te mit gondolsz a windtraderről, perhogy te windtradersz-e vagy sem. Kíváncsi vagyok arról, hogy ti mit gondoltok egyébként erről az egészről, viszont nem is sokan húzni tovább a szót, menjünk tovább akkor a videó. Főleg a szóló. Én annak örülnék, hogyha tényleg fel lehetne ez a játék, és főleg a szóló, ugyanis ő szerintem az lehetne az egyik legfelebb game mód a játékban. Pedig nagyon szeretném, ha fel lenne a game mód, és az is egy jó kérdés lehet, hogy mikor fog már a szuperszer egy lépést tenni ezekkel kapcsolatban. Szerintem a játék legjobb game módja lehetne, hogyha nem lennének nyilván ezek benne a játékban. És nyilván ez egy nem jó is, ez egy nyilvánvalóan nem mehet tovább. Úgyhogy hashtag stop the spin, hashtag stop the trade. Remélem hamarosan jönni fog valami a játékba, ami megoldaná ezt a problémát. Nekem lenne is pár jó ötletem, hogy hogyan. Első ötlet, legkönnyebb mostantól bannolni kéne minden windtrader-t. Ez tényleg az egyik legkönnyebb. A második ötlet, kéne egy showdown 2, ahol nincs windtrader is, meg streamen is, mert hogyha ott csinálod, akkor fix nem bannolnak. Úgyhogy fel egy report gomba, hogy lehet reportolni a playereket, és így ugye eljutni a Superstarhoz elég egyszerűen. 3. Visszahozni a showdown pluszt és a modifiereket, csak kicsit durvábban. Az a baj, hogy ezek sincsenek benne a gameben, még mindig. Pedig a modifierek és a showdown plusz benne volt a játékban, de a semmiért kivették. Akár Halloween-es módot is vissza lehetne hozni, tudjátok, ahol sebződtök, hogyha nem damage-eljétek az enemit, az is jó lehetne. Vagy csak bármi, tényleg bármi, PL Superstar csak csinálja valamit, ne akkor se valamit, amikor meghalna a game a windtrader is miatt, hanem még az előtt, még amikor nem hal meg a game, ugye, és eddig mindig ez történt, hogy amikor már meghalna a game bármi miatt, akkor csináltatok jó update-t és csak hoztatok be jó dolgokat. Úgyhogy ez volt régebben is a játékban, pár évvel ezelőtt, hogy amikor hallottott a game is tényleg a nagyon végén volt, akkor volt a képesek jó update-ot dolgozni, és most is ugye ez történt meg, hogy észrevettétek. Szóval ne azt, amit eddig, hogy az utolsó pillanatban, amikor már nem tudom miért csinálják ezt, de szerintem ez nem jó irány így, hogy ezt csinálják mindig. És ami még durvább, hogy rendesen vannak vintage klubok, ahol gondolom csak windtraderek vannak, és van egy csomó belőlük, idővel és időre egyre több lesz sajnos, akárhogy is alakul. Annyit akarok még mondani, hogy kérlek benneteket, ne kezdjetek el windtraderelni, és ne támogassátok a windtraderet semmiféle formában sem.
Mivel ez egyik legundorítóbb dolga a játékban, tényleg bárki tud ennél undorítóbbat mondani a játékban, de tényleg, mint az, hogy oda mész valakihez, te pöröksz, és akkor mondanak az a Discordon, hogy stelj, pöbegémet, szerintem ez undormányosan undorító, és nyilvánvalóan közel sincs rendben. És egyébként még azt sem jelentem, hogy a legtöbb ember az miért csinálja. Tehát, hogy 60-70-kel még simán lehet pusolni Wintrade nélkül is. Ha valaki már 120 kuba fölött van, akkor nagyon-nagyon delén talán meg tudom érteni, hogy valaki ezt csinálja, mert olyan szar, hogy nem tud előrefele haladni. De hogy ilyen 50-kel kupákon miért Wintrade-elne bárki is, amikor még simán lehet haladni? Ez olyan, mint hogyha valaki 200 kupán letímel, minek? Tehát, hogy így... Simán lehet még fölfelé haladni, akkor meg minek használsz cheatet? Tehát, hogy mit tudom én, van egy Chigu cheater, ami így örökös, de te Chigu van egy nagyon jobb player, vagy Chigu, hogy bármikor eljed a global elitet, vagy bármi, de azért te mondjuk, hogy Silverbe elkezdesz csalni, mert hogy miért ne? Tehát, hogy így, várj, miért kezdeni le? Tehát, hogy, full bullshit egyébként a legtöbb player, ahogy csinálja. Ez volt egy például a tímelés teljesen, hogy akkor se értettem, hogy tehát miért kell még 500 kupákon tímelni, amikor 900-ig olyan ízbe fel tudsz menni szólóba, amit a rohadt ért. Tehát, hogy így, miért? És most majd, ha itt vagyunk, akkor gyorsan lessük le a leaderboardra, hogy állnak a dolgok. No. És hogy jössz, hogyha itt belemegyünk a leaderboardba. Most mi a fa? És ha bemegyünk ide az, hogy totál trófiz is, hogy globál, jó. Akkor lehetjük az, hogy igazából ő egy Wintrader, ő is egy Wintrader, és még egy ilyen undorító klubban van egyébként, amit hát, hát ez igen, tehát, hogy mindig hagyjuk. Ezek mellett probably ő is Wintrader, mert ugyanúgy ismétlet egy ilyen csátos klubban van, ami, hát igen, tehát lehet, hogy majd probably erről is lesz dó, egyébként talán egy külön videóban, mert ez sem, tehát elsőre egy bannolandó dolog, de vagy a játékesztő, hogy lesz hajra, de mindegy. Akkor ezek mellett itt van Burger, aki valószínűleg ugyan úgy egy Wintrader, bár nincsen bent klubban, ami hát legalább jó jeleket ad, de úgy nem tudhatjuk, de valószínűleg egyébként ő is az sajnos. Ezekben itt van a Sniper, aki hát ismét tette egy ilyen családos klubban van benne, de most ezt tényleg nincs passz, mert összeméztem el, úgyhogy mindenképp a forzsban benne. Ezek már itt van az Ivexfi, aki ismételten egy ilyen nagyon szép klubban van benne, hát tehát én nem tudom, erre nem tudok más mondani egyébként, hogy egy mi a fors. És erre sem értem, hogy miért nem bannolnak ki amúgy a Supercell ezt, ugyanúgy egyébként, szóval így what the fuck. Még amiről gyorsan akartam eltenni, és ezt mondtam egyébként a videóban is, ezt nem fejtettem ki bővebben, hogy le van írva egyébként a játékban, és hálás is egyébként ezért bannolták, hogy tehát ilyet amúgy ebben nem lehetne csinálni amúgy, hogy te fizettesz, akkor azért őt téged pusolnak. Viszont ezeket a klubok az úgyis nyugodtan csinálhatja bárki is, nem bannolja a Supercell-eket az embereket, aki csinálják ezek a klubokat, és itt tényleg nem értem, miért nem, pedig mihez is, hogy tiltva van a szabályzatban, ez is kb. Ugyanolyan, mint hogy a Straight-tel ugyanúgy gépen játszik, igaz, basszam is lehetne, mert tiltva van, viszont őt sem bannolják ki, tehát tökre érdekes egyébként, hogy miért, de ezt vissza a videóhoz. De viszont ez a videó az ennyi is lett volna, hogyha tetted, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel és dobjatok egy lájkot, és nagyon sokunk el volt ezzel a videóval. Találkozunk legközelebb, ja, és a YouTube szerint ez a videó tetszene neked, hogyha gondolod, akkor csekkolj rá, de viszont szevasztok.